Nincs kihalva a nyíregyházi korzó környéke, ahogy a bevásárló központban is vannak emberek. Mostantól azonban hozzá kell szoknunk, hogy délután 3 óra után jóval kevesebben lesznek, mint korábban. Orbán Viktor hétfői parlamenti bejelentése szerint ugyanis kedden jelentős változás lépett életbe a kereskedelmi egységek nyitvatartását illetően. Az éttermek, kávézók és az üzletek tulajdonképpen 2-től már csak 15 óráig maradhatnak nyitva, és csak az élelmiszer, drogéria és a gyógyszertár egységek maradhatnak a normális eddigi üzletmenetük nyitvatartásuk szerint. A pénzügyi közműszolgáltató partnereink a fent említett nyitvatartásoktól eltérnek. Igen, kettőjük már bezártak, vagyis ügyfélszolgálatot nem tartanak nyitva. Ők zárt kapuk mellett folytatják az ügyfélszolgálatot, és ezen bérlőink körébe további változások várhatók az elkövetkezendő napokban. A bevásárlóközpont továbbra is ugyanúgy fog nyitva tartani ugye a kivételt jelentő élelmiszer és drogéria üzletek miatt. Úgy gondolom, hogy be kell tartanunk, és tényleg óvatosnak, elővigyázatosnak kell lennünk. A bevásárlóközpont bérlőinek körlevelet küldtek ki a szigorításról, ahogy már a veszélyhelyzet kihirdetése előtt is értesítették az üzlet tulajdonosokat az akkor meghozott változásokkal kapcsolatban. Megerősítettük a tisztaságot a korzó bevásárlóközpontban, többször feltétlenítünk, fellőztetünk, rendszereinket is gyakrabban tisztítjuk, és a biztonsági szolgálat is megerősített szolgálatot tart fent a korzóban. A center manager úgy gondolja, a folytatásban újabb, a működésüket befolyásoló kormányzati szigorítások jöhetnek, ami szavai szerint a bevásárló központ által foglalkoztatottak létszámában is változást hozhat.